A meggyengült építőipari szakma nagy igénybevétellel találkozott ebben az évben. Ezt Vég József, az ágazatkamarai elnöke mondta a 35 perc című műsorunkban. Ez köszönhető a projekteknek és uniós támogatásoknak a vállalkozói szférában, illetve a csoknak a magánszférában. A problémát az okozza, hogy évek óta jellemző a munkaerőhiány. Az építőipari szakemberek nagy része ugyanis már külföldön dolgozik. 4-5 évvel ezelőtt válságos időszakban volt az ágazat, az megtizedelte a kapacitást, mind kivitelezői, mind tervezői szempontból, tette hozzá Vég József. Az építkezési kedvet az 5%-os áfa bevezetése is pozitívan befolyásolta, azonban a 2019-es évvégi határidőt pont a szakember hiány miatt nehéz tartani. Volt egy pontosítás, vagy egyfajta, mondjuk, hogy a valósághoz és a realitásokhoz igazodó kormánydöntés a tavalyi évvégén, és ezzel a bizonyos 18. november 1-es határidővel azok a projektek, amelyek építési engedéllyel addig már rendelkeztek, illetve külön kategória, ez az egyszerű bejelentés eljárással épülő családi házak világa, aki ott az építési napló feltöltésig eljutott és elkezdte eddig az időpontig a munkát, azok kaptak tulajdonképpen 5 év haladékot, és az áfa eredetiek szerinti kezelhetőségét, vagyis hát ezt a kedvezményes 5%-os áfát tulajdonképpen mindazok, akik ebbe a körbe így bele tartoznak, élvezhetik ennek az előnyeit, 5 éves időtartamon belül kell befejezzék a beruházásukat vagy az építkezésüket. Akinek ez így nem jött össze, azokra a jelenlegi szabályok szerint visszatér a 27%-os áfa. A statisztika szerint a társasházi és családi házas lakásbumnak a fő helyszíne a főváros és a nagyvárosok, de ez nem mindenhol jellemző. A megyében Nyírbátor például egy bérlakás építési programon dolgozik, de Mátészalkán is vannak kortárs hangulatú új családi házak és lakások. Az elmúlt héten egy fontos mérföldkőhöz érkezett a kamara, megjelent a Szatmár-Beregi építészeti tájegységi arculati kézikönyv. A kiadvány elkészítése előtt Füleki Zsolthoz, a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárához fordultak segítségért. Folyosói keretek között váltottunk néhány szót a helyettes államtitkár úrral, hogy a megyei tapasztalatok tükrében valamiféle összegző kiadvány szerencsés lenne, annál inkább, mert mint megtudtuk, de más forrásokból és a hozzáférhető szakmai sajtóból az országban kísérleti jelleggel kijelöltek központilag a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkársága 7 tájegységet, ahol egyfajta ilyen összegző kiadványnak a megszületését támogatták, és ezt valakik elnyerték, és elkezdték csinálni. És minket itt a mi vidékünkön és a megyében kifejezetten bosszantott, hogy a Tiszán túlon, vagy ha messzebbről nézve Tiszán túl, tehát a Tiszán innen, és ez igaz egészen Nyíregyházától Szegedig, végül is nem került kijelölésre semmilyen olyan földrajzi térség vagy tájegység, amely, hát nem mondom, hogy méltó lett volna, mert méltó szerintem lehet itt számos ilyen terület, de amely végül is aki figyelem középpontjába került volna. Úgyhogy a helyettes államtitkár urat ezzel a kérdéssel támadtuk meg, hogy csinálnánk mi itt egyfajta ilyen szakmai közegben egy ilyen összegző kiadványt. A kiadvány a Felső-Tisza vidéki Szatmár és Bereg tájegységeket mutatja be. Bár a kézikönyv szakmai, de nem csak kifejezetten az ágazatnak szól. Annak a térségnek közel 100 települését érinti, így nagyjából a megye felét lefedi. A 8 kiadvány az ország mintegy 10%-át tudja bemutatni.